Na mi a helyzet, derekek? Itt vagyunk megint, itt van James Mi Popo. a helyzet, derekek? James, I love you, man! Roberto! Oh, thank you. Szeretlek, say szeretlek. Szeretlek. Yeah, it means szeretlek. Szeledek. I'd like to chew my salad, I don't like to lick it. What's up, YouTube? How do you do? James, állítsa be a fűrészt, hogy levágjuk fent itt a elős ódalba. Ma nagyon belé fogunk húzni, James azt mondta, hogy beké fejezzük ma a tetőt. Right, James? Sure. 4.5. I know it's not metric, but that's not 4.5. Na, úgyhogy befejezzük a csavarozásra, levágjuk a körbe a két udalat, az elejét lebütűzzük, és fogunk neki azt foltozni a gyerekek, mert tegnap is volt eső le a sötétbe. 4 and 3/8, oké. Beesett megint hónap, hétfő, kedden nagy viharokot mondnak. 90% eső, 8 incs, úgyhogy ja, beléhúzunk és leaszfaltozzuk felül. Más sem bé többet ide az eső. És utána lehet aztán majd neki állni szitázni, és befejezni a két oldalat, se fürdőszobács, kész van. Na jó, csak. Ja, nem fél ma belé lehet a live, mert el leszünk itt foglalva, majd hónap vagy hónap után. Na, delekek! Ma se úsztuk meg szárazon. Pedig olyan jó haladtunk. Még 2 óra kellett volna, 2. De hogy fél egy felé elkezdett esni az eső, és abba kellett hagyjuk a munkát, esett egész 4 óráig. Na, B van megint alazva itt. Pedig olyan jó haladtunk, ember. Na mindegy. Hát felraktuk a drip edge-et erre a felére, meg az elejére, lebütűztük mind a két felét, meg az elejét a tetőnek. És felraktunk egy sorra kátrányt. Majdnem teljesen, de a végén egy kicsit megszakott, és le kellett vágjuk. És már esett az eső, úgyhogy nem volt mit csináljunk, abba kellett hagyjuk. Na de felpupoltuk az összes anyagot, ott van. Itt van a kátrány ragasztó a vidérbe, azt lehoztuk a vidret. Váki, já, hogy vagy? Elasztal le. Na, de így néz ki, gyerekek. Kicsit még felmenjek mindjárt, megegyengetem egy-két helyen, látok gyűrődést. És ide a vége alá még kell egy kis ragasztó. Na, nem tudom, mennyire fogja ez a ragasztó meg. Go get him, Rocky, go get him. Ott van az anyag, lát egy tubajfort oda leszegeltünk, és felraktuk az egész anyagot oda, hogy könnyebben leessen. Most már egyedül is tudom csinálni. Itt még a létrát el kell vegyem, és egy kicsit ezt a sorkat lebütűzzem, és feltegyem ide is a drip edge-et. Szóval csak így felszegeztük. Jó lesz ez így. Jó, kezd van száradni. Jó van, lehet, hogy neki állok, csinálom. Mert az a helyzet, értettétek-e? Hogy hónap, és hónap után hétfőn és kedden nagy esőköt várunk. De ma arra nem mondtak, 20%-ot mondtak a tegnap, ma megváltozott, 40%-os lett belőle, és ez van, na, az első szezon. Na, de mindegy, menjek oda fel. Azt hittem, hogy túl nedves lesz, de nem, hamar megszárad itt. Menjek fel, gyerekek, mert kell csalni. Na, nem tudom még mi legyen legfelül a legfelső élén, de egyelőre úgy hagyom, most nem akarom megvágni, mert hónap-hónap után jönnek a nagy esők, úgyhogy azt akarom, bár az aszfalt szőnyeget, amennyit bírok, terítsek ki ma, hát ha elérnék a házig, hogy az első rész itt védve legyen annyi, hogyha a két oldalat még nem is tudom befejezni. Na,
Mindegy, menjek fél, na. Egyedül is lehet haladni, azt csinálom, hogy egy róllal elkezdem, és ahogy menjek, úgy ragaszgatom, s mit tudom én, szegelem. Nem nyessület, na. Még közel egy gincs, masa, tegnap. Kíváncsi vagyok, hónap s hónap után mennyi lesz, azt mondta, hogy 8 incset várnak. Már megkezdett itt is állni a sáncba. A kicsi sáncokba, s a nagy sánc az már ne. Teli van. Ja, egy kicsit ez szól, hogy ilyen hamar és ilyen sok eső jött, gondoltam. Általában június végig. Június végig, július elejéig nem szokott probléma lenni, a víz nem áll, meg nem esik annyit, hogy meg tudjon állni. Itt kint. Hát még itt most sincsen, de a sáncok már nagyon közel vannak. Nézzük csak meg. Még nem veszélyes, azt hiszem még van egy hetünk. A hónap, hogyha lejönne 8 incs, akkor lehet, hogy ma. Na, felsőfelé James azt mondja, hogy ne táblázzam be teljesen. A hátsó dalat, igen. Már nem, ott beesik az eső, de azt mondja, az oldalant menjek fel odaig, például ahol vannak a 45 fokosok, csak odaig táblázzam be, hagyjak egy kicsit, egy mit tudom, 30-40 centi, 50 centi rést felül, hogy a fény menjen be, mit szóltok? Bár előről menjen be fény, de itt ugye szita lesz itt fel végig, bár felül be akartam táblázni, de azt mondja James, nem érdemes bétáblázni, és igaza van. Mert jobb lesz a levegő áramlás. Ha nagyon becsap a víz, akkor majd vagy a tetőt fogom meghosszabbítani, vagy meglássuk, valamit kitalálunk. De csak a csapós eső van, nincs olyan sűrűn csapós eső. Általában keletről van csapós eső. Elő mindenképp kell majd valamit csináljak. Hogy ne csapjon be az eső, de egyelőre azt fogom csinálni, hogy ide az első felére csak olyan cuccokot teszek, kagyló, meg ilyen edények, meg olyan, hogyha becsap az eső is, nem, ne legyen gond. De jó, mindenképp valami. Arra is gondoltam, hogy csak simán tudnék szerelni ide elő, meg az oldalára valamilyen izét. A szita ugye rajta lesz, de azon kívül valamilyen becsukhatós redőnyt. Na, de mindegy, az is még sok munka meg pénz, na mindegy. Nem lesz elég az OSB gyerekek, még csak 4 tábla maradt meg, és egy néhány kisebb. És ide kell 3, 4, 5, 6, 7. Tehát ide kell még 3, ezen a 4-en kívül. És a túlsó fel ide kell. Még 1, 2, 3, 4. Hát még kell legalább 5 tábla. Ja. 6 tábla mondjuk. 6 tábla. Na, de hogyha az aszfalt szőnyeget legalább az elejére rá tudnám tenni, akkor nem lenne itt többet tenger, nem mosódna ki az alap. Ja, nem tudom, hogy ennyi rálógás elég lesz-e. Ilyen 40-50 centi, de ettől még egy kicsit lehet be tud csapni az eső. De meglássuk majd. Előre kell ezen tűrni, meg spekulálni. Jó van, gyerekek. Menjek fel a tetőre, mert muszáj ezt befejezni. Már se nincs. Ja, James elment, most már nem hívom vissza, most már 5 óra van. Vártunk egy darabig, mert ugye fél egy felé, 3-4 egy felé elkezdett esni. Akkor bementünk, és főztem egy ebédet. Csirizset, csicseri borsóval, és egyet faltunk, és azt mondja, James marad egy darabig, hogy hála alakkor rám. De épp volt, hogy fél 4-ig se, még mindig csepergett, úgyhogy aztán elment, és aztán úgy, mit tudom, fél 5 felé elállt az eső.
Na, az is lehet, ma még fogunk kapni egy kicsit, ahogy látom a felhőkből. A radar azt mutassa, hogy nem valószínű, de ma arra ez se azt mondta, nem lesz valószínű, és mégis lett. Oké. Okay. Tetőre fél, gyerekek! Tetőre fél! Egy csináljuk, és kész. Na jó. Alig tettem le a kamerát, gyerekek, ezt nem hiszitek el. Alig teszem le a kamerát, és neki akarok állni, hogy öltözzek, és menjek fel a tetőre. És elkezd megint esni, mind az állat. Lássátok-e, hogy ömlik be a réseknél, az összetevéseknél. Ezt a hely. Ez van. Megkéstem egy kicsit, nem sokkal, egy héttel késtem meg. De ugye ezt száraz szezonban kéne csinálni, csak az a helyzet, hogy az idén a száraz szezon az nagyon gyenge volt, tehát sok volt az eső száraz szezonban. És decemberben akartam ugye az alapot beönteni, akkor már rég meglennénk. De nem is lehetett bejönni kocsival sem, mert annyi eső lett. És nem is tudom mikor, december vagy januárban lett a sok eső. Decemberben nem is tudtak kihozni, mert olyan foglaltak voltak, hogy csak januárra tudnak kihozni. Akkor eső, meg minden, és akkor a pénz se volt, másfelé elment a pénz, és akkor csomó problémák, ugye akkor villancs lenged, bla bla bla, és a végén addig-addig, hogy az idő elhúzódott. Na mindegy, most már azon kell tűnődni, hogy itt van a felhő. Nem túl nagy esők, de az elég ahhoz, hogy ne tudjak semmit csinálni. Így menne ez délután 1 óra 6-os, most már fél 60. Ja, fél 8, fél 9, még lenne 3 óra 6-ra, de most már késő, na most már megint elázott. És ezek a felhők még itt mozoghatnak még 1-2 óraig felettem. Na mindegy. Ez van. És az a baj, hónap, hogyha 80% és hónap után 90%, akkor megint nem tudunk csinálni két napig semmit, és megint jól elalszik minden. Hol van a 10 napos, nézzük meg. Marma felmint 60%-ra, tegnap 20-at mutatott, dél körül 40-et. Hónapra 80, Thunderstone 90, Kedre Szerda 60, Csütörtök 60. Ja, 60, mind 60%-osok. Vasárnap, tehát minden nap Scatter, Thunderstone. Ha jön, vagy elkap, vagy nem, tehát nem biztos, hogy a te zónádban lesz eső. De csak egy napot, a következő 15 napból csak péntek, június 17-et mutassa felhősnek, 20%-osnak. Többi minden nap fog esni az eső. Mondom, nem biztos minden nap esik pont itt, de a környéken igen, úgyhogy 60%, 80-90. De ugye már is 20-at mutatott se, ez már 80-90%. Na mindegy. Hát van, gyerekek, mit tud csalni? Most már nem kell sok, mindegy, a következő egy hétben lesz egy 2-3 óra, amikor nem esik se. Hónap reggel. Az a baj, hogy nem is lehet reggel korán dolgozni, ez a másik problémát. Olyan nedves, 100% a páratartalom, és vizes minden. Ugye ez a legnagyobb probléma, hogy 9 óra előtt ilyesmi munkát nem lehet csinálni. Ami száraz kell, ugye legyen. Úgyhogy ha dolgozol 1-2 órát, 3-at, vége jönnek az esők. A hónapra 80, és hónap után 90-re lehet egész nap esni fog. Legalábbis borús lesz, kicsit esik, kicsit megáll, úgyhogy... Nem. Most megállsz, most megint kezd. Na mindegy, meg lesz, gyerekek. Meg lesz.
El van borulva az egész szék. Oké. Ennyi volt.